Na hát akkor köszöntök ismét mindenkit. Ez most egy ilyen unboxing vlog lesz megint, ugyanis most sikerült egy újabb szerzeményt beszereznem, ezt a fajta Huawei mobilos rútert, tehát elvileg az ilyen mobilnet megosztó wifi-s rútert. Hát próbálom közelebb érni az most. Igen, ez egy LTE mobil wifi, tehát erre tudja az LTE-t, és ugye a 4G-t is, hát minden esetre. Ez így, ahogy van hoztam el a nagykertből. Most arra sikerült beszerezni egész olcsón. Mondom, hogy most igazából olyan nettó áron olyan 18 000 forint körül volt. Tehát szerintem annyit megér, mert ugye ráadásul van is hozzá a SIM-kártyám, ami korlátlan mobilnet van, tehát ha beleteszem, akkor megezetlök. Hát ez valami egy nem angol és nem magyar nyelven van, ezt adták hozzá, hát igen, azért, mert ugye ezt ilyen, hát úgy, hogy a nagy kertből vettem, igazából az viszont eladóknak árulják ennyien. Hát, ezzel nem tudok mit kezdeni, de ezt megkérdeztem, hogy van-e hozzá legalább angol nyelvű leírás, és azt mondták, hogy van, úgyhogy ez mindjárt kiderül, hogy így van-e. És ez ilyen T-mobilos. Hát, install lence, de hát ez még mindig nem angol. Az úgy látom, hogy még mindig nem, mert csak közben lapozgatom, és nem tudom a kamerát úgy állítgatni, még mindent lássatok, de igyekszem. Na, van itt hozzá egy ilyen nagyobb fajta sajtpapír. Hát ezzel sem vagyok túlságosan okosabb, mert igazából ez is valami hottentotta nyelven van. Hát azt most meg nem mondom hirtelen, hogy micsoda. De nem kínai, hanem Pouzivani Tohoto Krisztanya. Hát ez cseh vagy lengyel szerintem így. És akkor itt van a lényeg. Tehát mindegy, maximum Google-in keresek hozzá valami angol nyelvű leírás, vagy pedig csak nem fog ki rajta. Ként itt van. Ő az. Maga a cucc. Tehát elvileg az úgy működne, hogy hát amikor először is még föl kéne tölteni az aksiát szerintem, de elvileg egy azt írja, hogy egy aksi feltöltéssel elmegy akár 6 órát is. Tehát egyleg ebben valahogy bele kell tenni egy SIM-kártyát. Arról osztaná tovább a netet. Csak most nem látok rajta sehol lukat, egy ilyen, de most ott tartunk. Itt ezt kinyitom. De ez itt, ahogy látjátok, ez még mindig a SIM-kártya, viszont ott egy micro USB csatlakozó, azzal lehet feltölteni. Hát, na. Hát én esetleg ezt nem holnap fogom beüzemelni szerintem, mert az a hosszú utazás az nem a legjobb az életbevetésre, ugye mert holnap elmegyek egészen az ország másik végéig is most utazni Pálházára, és nem fogok hazajönni igazából csak vasárnap. Hát ugye adtak hozzá egy ilyen jó kis adat, de nem baj, ezek mindig jól jönnek, egy micro USB kábel plusz egy töltőfej, ez viszont még holnap is jól jöhet, mert ugye abból sose elég, és rengeteg feltölteni valóm van ilyenkor, amikor hosszú után elmegyek. Na, van még valami ilyesmi is hozzá. Ugye megnézzük, hogy ez mi. Csoda. Szerintem, igen, ez lesz az aksia. Na, ebben volt benne az aksi, és akkor egy ilyen kis szép kis ilyen fóliába be van csomagolva. Na, próbáljuk ezt is valahogy kiszedni. Ez az. És ki szépen ez az, tehát ez itt maga az aksia. Huawei gomba, ugye? Beszélhetünk a Huawei gombáról. 3,6 volt és 1500 mAh-óra. Igen, jól látom, 1500 mAh-óra vagy 5,7 watt-óra. 3,8-as aksi, tehát ezt valahogy bele kell tenni. Hát jó, ennyi. Más nem adtak hozzá, tehát valahol lakni kell bele egy aksit. És valahol ki is kell nyitni. Na most akkor itt leszünk megfürödve, hogyha kifoglaltam ez az izé. Viszont, igen, ez a hátulja, ez itt pattintható. Tehát már is valamit sikerült találni. Na, gyere, pici ember bele, ez az.
Aha, és akkor, na most megmutatom, ti is lássátok, hogy ott van benne az a hely, az a SIM-kártyájé, az pedig az aksijé, tehát ezt ide be kell rakni az aksit, tehát olyan, mint a mobiltelefon. Ide belakom az aksit, így, ide ezt belaktam, tehát van itt egy ilyen kis lepattintható, próbálom úgy, hogy a kamera is lássa. Lepattintható része, igen, és szélesztetet. És akkor itt van maga, oda kell belakni a SIM-kártyát. Most elvileg ebben azt mondom, hogy akkor két SIM-kártyát is lehet tenni. Vagy ez nem tudom, mi akar lenni. De úgy tűnik, hogy akkor ebben a két SIM-kártya is belemegy. És elvileg wifi-n keresztül tudod netet osztani, de most akkor annyit csinálok, hogy most csak beletettem is simán az aksit. Szűzként. Lehet, hogy valamiben annyi töltési bekapcsol. Nem töltöttem, lehet, hogy most bontottam ki, de... Általában ezt a dolgot úgy elvják, hogy valami minimális aksi töltöttsége van, hogy... Gondolom, hogy a vevő ki akarja próbálni, akkor meg tudja tenni. Jó, welcome. Oké, köszi. Igen, tehát most mondja, hogy helyez be SIM-kártyát, igen, tehát addig eljutott, hogy az nincs benne. SIM-kárt and me. Ja, restart. Insert SIM-kárt, restart. Hát igen, most itt az, ja, az aksi töltöttséget, hogyha látjátok, na, nem látjátok? Nem, mert nem, mert közben kikapcsolt. Nem kapcsolt ki, de azt mondja, hogy a... Majdnem teljesen tele van, mondja ő. Van itt egy menügömb, ezt megnyomjuk. Na jó, hát akkor ezt most így inkább... De ez annyiba jó, hogy... Na. Hogy működik akkor ez a izé? Hogy kell ebbe lépkedni? Nyomok egy menüt, oké. Okay. Ja, igen, device info. Device info-ba belementem, mert ennyit tudunk meg, hogy... Hát itt... Hogyha lenne benne SIM-kártya, akkor már mutatná, hogy hanyas IP-n van meg ilyen apróságok. Aha, tehát hogy menü az next, az oké van, meg kilép. Ugye, tehát valahogy egy back, igen. Wi-Fi band, igen, tehát a Wi-Fi sávszöget lehet állítani, hogy 2,4 GHz legyen. Hasznos lehet az is, hogyha egyébként, és data roaming, hogy ez az adat roaming az... Ezt persze megmutatom, ez egy nagyon fontos beállítás, nem csak ezen, hanem sima hagyományos telefonon is nem állt a figyeltek erre, hogyha külföldi állva mentek, akárhova, akkor ja, az adat roaming az kurva drága is lehet, hogyha nem figyeltek, tehát erre vigyázni kell, hogy ez mindig legyen kikapcsolva. Hogyha olyan országban mentek, ahol tudjátok, hogy nem drága a roaming, mondjuk Ausztria speciál az pont ilyen, ott múlt hónapban voltam és használtam az adat roamingot, és nem kaptam nagy telefonszámlát, tehát az biztos, hogy az nem lesz gond rá, tehát hogy EU-n belül már nagyjából nem kérnek érte sokat. De egyébként figyeljük el rá, mert pillanatok alatt, hogyha az adatról még van, amikor ilyen 10 kilobájtonként akár 100 forintot veszámolnak, és hát azban pillanatok alatt adóságban lehet adatokat verni. Nem lehet ilyen figyelni. Van az a 2D bárkód, ez nem tudom mi akar lenni. De hát, lehet, hogy valami QR kód mondani, hogy ahhoz hasonló dolog. Hát igazából más beállítás meg nincs is, tehát hogyha lenne benne SIM-kártya, akkor szerintem akkor úgy működne. Hát azt majd... Hát már most ott van benne a laptopban, de most nem fogom szétszedni lépe videót kódol itt a laptop mellettem, úgyhogy most nem piszkálom, mert az aksia mögött van a SIM-kártya tartó, ahol a SIM-kártya, ki kell vennem belőle az aksit ahhoz, hogy hozzáférjen, és akkor... És nem tudom, hogyha kiveszem az aksit, akkor annak ellen, hogy töltében nem fog elállni. Hát inkább nem. Majd az később, és akkor ezt annyi lenne, ezt így észre kell lakni. Hát azért rendesen bepatintatós, mint egy sima a telefon hátlap. Aztán akkor kész, és akkor ekkora az egész, hát most így méretügyileg talán így jobban látszik, hogy tenyérbe elfér, tehát igazából nem foglal túl sok helyet, bárhol lehet tenni. Hát azt írja, hogy egy aksi töltéssel 6 órát elmegy. Hát ezt majd meglátjuk, ezt majd éles használatban meglátjuk, hogy ez tényleg így van.
Hát most nagyon más nem tudok róla elmondani. Szerintem amit kell, azt már. Ugye hát akkor hasznos kis ország egyébként, meg főleg, hogyha cinkáltja tudsz, mert ezzel osztod, akkor rácsatlakozol a mobillal, az egyikkel, plusz akár csatlakozhat rá a laptop is, hogyha az is nálad van, meg igazából tudsz wifi-t adni mindenkinek. Igazából mit tudom én, ahogy egy, aztán a Tibi atyánál volt ez a kép, hogy az osztály zsidója kezdőzethez. Ez nagyon fontos, tehát ez a wifi osztás, mit tudom én, ez én 100 forint per szünet, vagy valami hasonló tarifával. Hát akkor ez is ennyi lett volna, hát az, hogy éves használatban mit tud, azt majd egy... Hát szerintem amikor jövő héten már le fogom üzemelni, és akkor meglátjuk. Most egyébként örülök, hogy ezt így meg tudtam venni, és viszonylag jó áron meg tudtam venni, úgyhogy ez nem tűnik egy rossz vételnek. De hát nyilván majd akkor fog kiderülni, hogyha elkezdem használni. Hát addig majd fogok majd jelentkezni ezzel, lehet, hogy a következő vlogot már ennek a segítségével töltöm a netbe. Úgyhogy egyelőre ennyi. Ja, még miatt megkérdeznétek, mert lehet, hogy lesz egy ilyen kérdés, hogy sapka az mindenkit a szobában nem esik az eső. Hát azért, mert van itt egy csúnya seb, itt van valahol, ami még nem múlt el, és ez lehet akarom el. Hát most egy regnyi, ez mindig jobban fest így, mint egyébként. Úgyhogy ennyi lett volna. Na, sziasztok, majd valamikor egyszer majd még jelentkezem.